Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hamarosan közeledik egy jó hír, egy kellemes meglepetés. Milyen újdonságok lesznek a közeljövőben, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, nagyon jó indulatú, szép gondolatok vannak nálad, érzelmek, és a lelki társad itt látható, ő is jó indulatokkal közeledik hozzád. Itt megvan kettőtök között a kapcsolat, és itt láthatóak a változások. Ez a nagy vár itt jelenti a célokat, és ezek a célok elérhetőek, megkapjátok másoktól a megbecsülést. De ő jelenleg még rossz helyzetben van, itt töpreng bizonyos dolgok felett. Itt látható egy bírósági ügy, mivel itt megjelenik a koporsó, jelentheti azt, hogy itt örökösödési ügyről van szó, vagy azt is jelentheti, hogy ez a bírósági ügy hamarosan lezárul. Itt ez a katonatiszt azt jelenti, hogy valaki parancsolgat neki, és itt a horgony jelentheti a munkát, a hivatását is, de ez nem tetszik neki ez a hang, ezért szeretne valamit változtatni a munkahelyén. Ezen is töpreng, és itt ez a horgony nem csak a munkát jelenti, hanem a reményeket is, hiszen megvan ahhoz a remény, hogy javuljon a helyzet, legyen egy munkahelyi változás. Itt ez a kártya jelenti az esküvőt, lehet, hogy ez a terve, hogy össze akar házasodni veled, de ez az esküvő jelentheti a szerződéseket is, itt akkor látható egy munkahelyi szerződés. Amin ő még töpreng, itt ez a hamis nő a háttérben. Lehet, hogy ezzel a hamis nővel van ez a bírósági ügy, és ez egy hosszú út volt, tehát kellett számára a türelem, amit ő tervez, ez az utazás, ez lehet külföldi kapcsolat, vagy utazások, egy közös nyaralás, de szimbolizálja a változásokat is. És ez a hosszú út akkor jelenti a jövőt, hogy ő a távolba tekint, és ilyen hosszú távú tervei vannak, nem csak a munkát illetően, vagy azt is jelentheti, hogy ő le akarja zárni ezeket a kapcsolatokat, vagy ezt a helyzetet, hanem tervez veled valamit, hiszen itt látható ez a jó hír, a változások vagy utazások, itt a találkozás és szerencse a szerelmi életet illetően. Itt látható egy közös otthon tervezése, és pontosan az, amiről te is álmodozol, hiszen megvannak itt az elvárások, és hamarosan lesz itt nyeremény, ez utal a pénzügyi dolgokra, de jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Itt van a házasságnak a tervezése, itt látható a közös otthon, a szerelem, és a gyermekek jelenthetik a gyermekeket, de a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet, és itt lesz egy új kezdet, és ezen a kártyán láthatóak a változások, amit ez az utazás szintén szimbolizálhat. Ő tervez veled valamit. A közeljövőben lesz itt egy jó hír, egy találkozás, szerencse a szerelmi életet illetően, és ő a problémáit le fogja zárni, lesz akkor itt megbecsülés,
változás, és lesz egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!